Szent Borbála tiszteletének Tapolcán már hosszú hagyománya van. A bányászok és tűzérek védőszentje előtt az idei évben is sokan lerótták tiszteletüket. Először a Tanúhegyek Egyesület tagjai szerveztek megemlékezést december 3-án a Kisfaludi utcában található Marton László alkotta Szent Borbála szobor előtt. Az egybegyűlteknek Novák István szavalt, majd Székely Jenő szakszervezeti vezető mondott emlékező beszédet. Mint minden bányász megemlékezésen, itt is elhangzott a bányászhimnusz, majd mécseseket helyeztek el a szobor talapzatához. December 5-én a Bakonyi Bauxitbánya vállalat egykori dolgozói tisztelektek védőszentjük előtt. Ünnepségük a magyar, majd a bányászhimnusz hangjaival kezdődött. A Borbála kultuszról, annak tapolcai vonatkozásairól dr. Pataki Attila nyugalmazott főgeológus beszélt. Megemlékezett arról is, hogy 15 évvel ezelőtt a Bányászkóház erdész találkozó keretében avatták fel a tapolcai születésű Kossuth Díjas szobrászművész Marton László alkotását. A jubileumon kívül természetesen fontosak számukra a bányász hagyományok, így a Borbála kultusz is. Tapolcán először 1978-ban Orbán Tibor okleveles bányamérnök kezdeményezésére volt a több évszázados selmecbányai bányász hagyományok szerint megrendezett évvégi szakestély, többnyire Szent Borbála napjának közelében. 1990-től minden esztendőben megrendezték az ünnepi összejövetelt. Pataki Attila részletesen is beszélt Borbáláról és arról, hogy miért őt tisztelik szentjükként azok a szakmák, akik a hirtelen, váratlan halál által veszélyeztetettek munkavégzésük közben. Szent Borbála hatalmas terhet vállalt. Vállalta a meghurcoltatást, a kínzatást, vállalta a megszégyenítést. Mindezt azért, mert valami, amit ő fontosnak tartott, és ez a hit, ez számára nagyon fontos volt. Érdemes elgondolkozni azon, hogy miért fontos nekünk ez a legenda. Azért azt gondoljuk át, hogy az akkori ember egészen másként gondolkozott, mint a mai. Az akkori ember szellemi élete legnagyobb részt a vallásban teljesedett ki, akkor is voltak filozófusok, voltak teológusok, voltak olyanok is, akik a mai fogalom szerint műszaki tudományokkal foglalkoztak, de valójában a szellemi élet az a vallás köré csoportosult. Csak egy zárójelet teszek, hogy az első nem egyház által vezetett és létrehozott felsőoktatási intézmény az a Selmeci Akadémia volt, amit 1763-ban Mária Terézia avatott fel, Mária Terézia akreditált a felsőoktatási intézmények sorában. Ez volt az első Európában. Zárójelbezár. Szent Borbálánál, Szent Borbála tisztelete a mi köreinkben egyértelműen már nem a legenda tisztelete, hanem a helytállásé,
a kitartásé, mindazé, ami szép és jó. 306-ban Szent Borbálát csúfos módon kivégezték, saját édesapja fejezte le. És milyen érdekes a történelem, hogy nem sokkal utána jött Nagy Konstantin, vagy a keleti egyházakban Szent Konstantin, és felvette a keresztséget. Alig néhány évvel utána. Tehát ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy voltak éppen minden új forradalmi irányzat, ami őszinte hevülettel, szívből jön, és egy igazi célt fogalmaz meg magának, előbb-utóbb győzedelmeskedni fog, de mielőtt győzedelmeskedik, azelőtt súlyosan szenvednie kell ezért a győzelemért. Mi bányászok, kohászok, tűzérek azért tiszteljük Szent Borbálát, mert a hirtelen halál forog nagyon sokszor a mi működésünkkel kapcsolatosan, de érdekes módon nem a haláltól félnek ezek az emberek, hanem attól félnek, hogy a hirtelen halál előtt nem részesülnek a szentségben, az utolsó szentségben, az utolsó kenetben. Nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy nem becsületben, nem tisztán halnak meg. Hát valójában ezért tiszteljük ma Szent Borbálát, nem a legendát tiszteljük, az csak olvasmányként, kedves meseként fontos számunkra, hanem ez a gondolatisága az, ami igazán iránymutató. Ma 2015-ben. Köszönöm szépen. Az ünnep a bányavállalat egykori irodaházánál folytatódott, odáig pedig a megemlékezők lámpással kezükben, szalamanderben vonultak át. Már ha napfényt oda lennem kapnak, őni vágyják mégis a hazát. Szordom bérceg bányász gyermekének, szeretettel nyújtsanak kezet. Szordom bérceg bányász gyermekének, szeretettel nyújtsatok kezet. Ilyen soká, ilyen soká, ilyen soká, ilyen soká, ilyen soká a bányászak. Eszlébe hó, eszlébe hó, eszlébe hó, eszlébe hó, eszlébe hó, derber mássán. Orbán Tibor okleveles bányamérnök az épület előtt rövid beszédet intézett az összegyűltekhez, amelyben többször hangsúlyozta, legyenek büszkék arra, hogy bányászok voltak. Önnek a bányászat nem csak arról szólt, hogy tárókat, lejtősaknákat, aknákat hajtottak, mélyítettek, hanem arról is szólt, hogy ahova a bányász elment, ott egy infrastruktúrát teremtett, és megteremtette a bányászoknak, és mellette a helyiségekben élőknek azt az életet, amelyik abban az időben, amikor a ezres évek voltak, a 2000-es évek voltak, amely a tulajdonképpen a legjobb életet jelentette. Magyarországon bányavárosok épültek. Nagyon sok olyan település, amelyik infrastruktúrát kapott, és a fejlődésének az alapja volt a bányászat. Így történt ez a bauxit bányászattal is, és csak emlékeztetni kell arra, hogy 1926-ban, mikor megindult a magyar bauxit bányászat, ugye jövőre lesz 90 éves, Gant akkor egy kincses bánya, nem volt sehol se, és kincses bánya lett. Micsoda egy település lett. Na de nézzünk azért egy kicsit közelebb is. Tulajdonképpen nem akarok különösebben dicsekedni a városunkkal, de a városunknak egy jelentős része akkor épült, amikor a bauxit bányászat itt a környékünkön a legjobb éveit élte. Tulajdonképpen azért jöttünk el, hogy legyetek arra büszkék, amit csináltatok, dolgoztatok,
mert nem csak azzal, azzal segítették a hazánkat, hogy előállítottátok azokat az alapanyagokat, amit aztán mindenki használ, hanem tulajdonképpen egy olyan megélhetést és egy olyan letelepedési, olyan lakásviszonyokat, és nem utolsó sorba kulturális, egészségügyi és szociális viszonyokat is teremtett. Tulajdonképpen ez a szerény emléktábla azért van itt, hogy emlékeztesse azokat, akik erre járnak, hogy a bauxitbányászatnak azért meghatározó szerepe volt Tapolca város fejlődésének az életében. De ugyanaz azért elmondható, hisz Nyirádon is, Kalimbán is, mindkét helyen ott vannak az emléktáblák, sőt, még Taljándörögdön is. Legyetek még egyszer mondom büszkék arra, hogy amikor dolgoztatok, igazán azt a célt szolgáltátok, ami a hazánknak és a településünkre szolgál. Az este a selmeci hagyományokat követve szakestéjjel folytatódott, amelynek helyszínére, a varjúfogadóba lassú sétával indultak el az egykori bányászok. Vasárnap, december 6-án a 10:30-es római katolikus szentmise keretében emlékeztek meg a Krisztus után 306-ban született Nikodémiai szentről. Dioszkúrosz görög származású nagyon gazdag pogány úr egyetlen gyermeke volt a rendkívüli szépségű és éles eszű Borbála, atyának büszkesége. Dioszkúrosz, amilyen mértékben szerette a lányát, legalább olyan mértékben gyűlölte a keresztényeket. Ezért nagy gondot fordított arra, hogy leánya a keresztényekkel ne érintkezhessen, tanításukkal meg ne ismerkedhessen. Mikor Borbála már nagyobb lett, Dioszkúrosz egy tornyot építetett, azt nagy kényelemmel berendeztette. Leánya lakásául a tornyot jelölte ki, amely később a börtöne lett. Csak tanítóival és szolgáival érintkezhetett, és a tornyot el nem hagyhatta. Borbála a sok éves magányában mégis módot talált arra, hogy a kereszténységet megismerhesse és megkeresztelkedhessen. Atya egy hosszú távollétéből hazatérve egy előkelő pogány férfival kívánta összeházasítani, amelyet Borbála azzal tagadott meg, hogy bevallotta atyának távollétében keresztény és Jézus jegyese lett. A kegyetlen apa a leányát szörnyű kínzásoknak vetette alá. A legenda szerint ekkor a kínpadon sűrű felhők ereszkedtek alá, védték kipellengérezett, mesztelen testét a kíváncsiak bámészkodó tekintetétől. Amikor Dioszkúrosz látta, hogy lányát nem tudják elpusztítani, maga ment fel a kínpadra és saját kezével fejezte le gyermekét. De az Isten megbüntette őt, hazafelé tartva villám sújtotta agyon, és nem maradt más belőle, csak egy marék hamu. A szentmisét Borbála tiszteletére tartották, amelyen a bányászok mellett a tüzérek is részt vettek. Szent Borbála, tüzérek védőszentje, közbejárásoddal Istenné segítsd a tüzéreket öntudatos helytállásra, feladatok ellátásában. Szent Borbála, kérd a mindenható Istent, hogy adjon olyan nyugalmat a világban, ahol a tüzérek és minden magyar családja körében szeretetben és boldogságban élhessen. Szent Borbála, közbenjárásoddal segítsd elő a békét hazánkban és az egész világban, hogy a tüzéreknek soha ne kelljen életüket kockáztatni a háborúban. Kérünk téged. Szent Borbála, bányászok védőszentje, járj közbe Istennél, hogy akik a családjukért, valamint nemzetünk gyarapodásáért nehéz és veszélyes munkát végzik, mindig a te segítségedet elnyerjék. Szent Borbála, közbejárásoddal segítsd azokat, akiknek a bányászatot el kellett hagyniok, megfelelő munkát és megélhetést találjanak. Szent Borbála, életed példája és közbejárásod segítse a bányászokat hősies helytállásra, családjuk boldogulására és nemzetünk felvirágoztatására. Nem csak a hithez való hűséget, hanem a segítő szándék jellegzetes női erényét is jelképezte. Tapolca városában pedig különösen nagy tisztelet övezte, és övezi ma is.